Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk dr. Barta Csaba, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást, szervusz. Hogy ez engem hogy meglepett, és nem csak az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója lettél, hanem az, hogy eljöttél Győrből, és bármi is késztetett erre, vagy bárhogy is volt ez az egész, idény közben egy ilyen kiélezett bajnoki küzdelemben, egy ilyen kiélezett BL küzdelemben, hát én nem irigylem a játékosokat, meg a sportvezetőket ott Győrben, akiket egy ilyen helyzet elé állította az élet. De mondjuk téged sem irigyellek, mert neked sem lehetett könnyű. Hát ez abszolút nem könnyű, és azt gondolom, hogyha teljesen őszintén beszélek róla, akkor mai napig nehéz erről érzelemmentesen beszélni. Aki ismer, az tudja, hogy én a munkámat nagyon elhivatottan végzem, fogalmazhatok így, és ebbe nyugodtan azt mondhatom, hogy talán az a ma közel 6 év az nem tűnt el nyomtalanul az életembe, és azt gondolom, hogy a Győr sportjában se, úgyhogy nyilván ez egy nehéz dolog volt, de nagyon sokat segített az, hogy gyakorlatilag másnap, ahogy megjelent a közlemény, és lezártuk Győrben az én munkaszerződésemet, Fábián László főtitkár úr megkeresett és gyakorlatilag invitált egy beszélgetésre Gyulai Zsolt elnök úrral, és hát gyakorlatilag mondhatom, hogy, és nem árulok el vele kulisszatitkokat, hogy gyakorlatilag pár perc alatt sikerült megegyeznünk, hiszen én azt gondolom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságban dolgozni, a Magyar Olimpiai Mozgalmat szolgálni, az egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és ugye korábban dolgoztam több mint 5 évet a testületbe, és visszatérni, és gyakorlatilag fölvenni azt a ritmust, amit a Magyar Olimpiai Bizottság megkövetel. Hát nem 2 perc volt, mert azért egy hónapja most már folyamatosan járom a sportszövetségeket, és mind az elnökségi üléseket, mind a közgyűléseket, mind a versenyeket. Igyekszem az új arcokkal is fölvenni a megfelelő kapcsolatot és a tiszteletet. Úgyhogy, és nagyon sokat olvasok egyébként sportszakmai anyagokat, amelyek az elmúlt 4-5 évben születtek, köztük a Magyar Olimpiai Bizottság sport koncepcióját is a következő 10 évre. Úgyhogy nem tudom egy mondattal lezárni a Győrt, hiszen mai napig szurkolok a csapatnak, és nagyon-nagyon várom a Final Four-t, és nagyon bízom benne, hogy győzünk. És azért mondom ezt így, mert én úgy gondolom, hogy ez az év azért markánsan benne vagyok én is, hiszen az összes játékos, aki most szerepel, azért mindegyiket az én vezetésem alatt igazolta az elnökség, és mindig is nagyon-nagyon jó szívvel tekintek a lányokra. Az imént azzal kezdtem, hogy engem nagyon meglepett a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatói címe is, és nem azért, minthogyha nem gondolnám, hogy minden szempontból a megfelelő ember lenne ebben a pozícióban, hanem mert pont azért, mert évekkel ezelőtt dolgoztunk mi együtt, így a Sport TV, illetve te a MOB színeiben, és bár nagyon sok mindent csináltál életedben a sport területén, akkor éreztem azt, hogy a lehető, tanítani nem láttalak, mert állítólag azt is nagyon jól csinálod, de hogy én nem láttalak még annyira ficánkolni a munkában, és annyira helyeden lenni, mint amennyire a MOB-nál, de annyira, nekem annyira más ez a két pozíció, ez a két munka, hogy én nagyon nehezen váltok át még akkor is, amikor csak rágondolok erre, hogy egyikből a másikba. Neked nem ilyen? Hát én talán azt gondolom, hogy ami engem leginkább jellemez és jellemzett, amikor az egyetemi éveket töltöttem, az, hogy én nagyon-nagyon szeretek tanulni, és amikor 16-ban a Győrnek az elnöke lettem, akkor is azt mondtam, hogy szeretnék mindent megtanulni, amit a sportágnak a úgymond csínyát, bínyát, és nagyon sok energiát tettem abba például, hogy akár sportszakmailag, akár a menedzsment területen folyamatosan a kézilabda specifikumot megtanuljam, és jó visszajelzések voltak a menedzserektől, a külföldi csapatoktól, az EHF-től, vagy a Magyar Szövetségtől, hogy biztosan ma sok hibám van, de hogy ne tennék meg mindent annak érdekében, hogy megértsem ezt az egészet, az azt gondolom, hogy az nem lett volna talán helyes, sőt olyannyira, hogy mondjuk még tanítottam is a direkt azért, a Marcinka Zoltán által irányított NEC-ben, ugye az edzőképző központban, hogy még talán hitelesebb legyek ebben a sportágban. Ezt elvárni egy sportigazgatótól, hogy minden területen az Olimpiai Bizottságban az összes sportágot értse, az szerintem nem ez a feladata, de viszont az, hogy az asztaliteniszről a vízilabdáig minden sportágnak
meg tudja adni azt a tiszteletet, hogy a, elmegy a közgyűlésre vagy az elnökségre, felkészül a sportági anyagból, tudja ki a szövetségi kapitány, tudja kik a válogatott sportolók, tudja azt, hogy milyen pénzből gazdálkodik, milyen fejlesztési területei vannak. Ez a Magyar Olimpiai Bizottságnak a sportszakmai feladata. Soha nem lesz az, és nem kell, hogy az legyen a feladata, hogy adott esetben a Milák Kristóf mennyit edz, vagy adott esetben a Szilágyi Áronnak milyen kondicionális edzése, vagy hány edzése van egy héten, hanem az a fajta stratégiai látásmód és koncepció, ami ahhoz kell, hogy mind a minisztériumokkal, mert ugye nem tudjuk, hogy hova fog kerülni a sport, mi lesz a sportnak a következő nagy stratégiai szerepe ugye az államirányításban. Ebben a módban, ahogy a elnök úr is fogalmazott, egy olyan szerepet kell betöltenie, ami egy segítő szerep ugye a szövetségek felé, ugyanakkor egy kontroll szerep, amit az adott területen eldöntött és sportszakmailag megöndökolt pénzelosztást azt ellenőrzi is. Te edzéselméletet és módszertan tanítasz. Ugye azért mosolyogtam egy kicsit, mert hát tulajdonképpen ahhoz is hozzá tudnál szólni, hogy Milák Kristóf edzése és Szilágyi Áron erősítő edzése, mert hogy valami hasonlót tanítasz, még ha alapszinten is ezekhez képest. Nem alapszinten, mert hiszen ezek azok az edzők, akik nálunk végeznek, ők gyakorlatilag szakedzők lesznek. Ugye ahhoz képest, hogy milyen eredményei vannak Milák Kristófnak. Nyilván, ahhoz képest mondjuk. Még nem szólnék hozzá. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván az a specifikum, amit mondjuk a Selmeci Attila, vagy adott esetben nem tudom, most nem akarok senkit más edzőt megbántani, hogy kihagyjam a felsorolásból. Amit ők tudnak, azt nyilván mi nem tudjuk, és eznek ez a szépsége, hogy mi megtanítjuk az elméletet, ők meg hozzáteszik a módszertan. És aztán lesz belőlük olimpiai bajnok. Hogy tervezette a munkát? Ugye most elmondtad, hogy körülbelül mi az, amit csinálni kell, de ez a gyakorlatban hogy néz ki? Azon kívül, hogy elmész a közgyűlésre, meg a sportágak képviselőivel megismerkedsz? Hát ugye azt tudom mondani, hogy nagyon várjuk a kormányzatnak a döntését egyébként, hogy milyen irányt fog vetni a magyar sportirányítás. Gondolok arra, hogy a MOB-nak kap-e vissza a sportszakmai olyan feladatot, amit korábban is elvégzett. Ahogy elmondta Gyulai Zsolt elnök úr is, nekem is az a véleményem, hogy ami korábban jellemezte a MOB-ot, hogy minden egy kézben volt, az nem feltétlenül jó, hiszen például a sport szakmai rész az hátrányt szenved akkor, hogyha mondjuk a pénzelosztás is egy kézben van. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó az, hogyha a minisztérium vagy az adott esetben az államtitkárság az, aki a pénzeknek az elosztásában, ellenőrzésében játssza a főszerepet, de nagyon fontos lenne a Magyar Olimpiai Bizottságnak az a sportszakmai irányvonala, amit az elmúlt időszakban egy sport koncepció mentén a MOP kialakított, hogy a több mint 40 sportági olimpiai szövetséggel együttműködve tudja megtervezni a következő, mondjuk úgy, hogy közép-hosszú távú stratégiáját. Tehát szerintem az, hogy részt veszünk a versenyeken, elmegyünk az elnökségülésekre, és gyakorlatilag jó kapcsolatot ápolunk a sportági szövetségekkel, ez mind kell ahhoz, hogy például partneri viszony legyen egy olimpián, vagy egy ifjúsági olimpián, vagy egy EOFON. De egyébként akár a programokban, mint a sportágfejlesztés, vagy a felzárkóztatási program, vagy a kiemelt edzőprogram, vagy az utánpótlás edzőprogram, és itt beleértve a Magyar Edzők Társaságot, a Magyar Sportolmányi Társaságot, kell egy olyan, véleményem szerint egy olyan szakmai testületnek kialakulnia, amiben a MOB-nak is meg kell találnia azt a szerepet, amiért felelősségre vonható. Tehát egymásra vagyunk utalva gyakorlatilag az eredményességbe. Nyilván még egyszer mondom, nem a gyakorlati értelemben, hanem inkább a stratégiai építésben. De azért egy elképesztő időszakban kezded el most a munkát. Ugye éppen, hogy a Covid után vagyunk, az ökölvívás épp, hogy megmenekült attól, hogy kirakják az olimpia programjából. Körülöttünk egy háború, fölmerült most, hogy milyen jó lenne, most megint fölmerült, és most máshonnan, mint eddig, hogy Budapest milyen jó lenne, hogyha olimpiát rendezne, hogy a lovaglást kiveszik az öttusából. Tehát azért most annyi mindennel kell megint foglalkozni, ami újdonság, és ami egyáltalán nem azt feltételezi, hogy ez egy nyugodt időszak lesz, ami előttünk áll az olimpia szempontjából, vagy az olimpizmus szempontjából. Amiket felsoroltál, az mindig az, és ennek van, hogy mondjam, nyilván nagyon sok hátránya, a legfőképp a háború és a háború okozta a gazdasági helyzet, illetve az a szörnyűség, ami zajlik, de egyébként megfelelő és jó időben történő reakciókkal ezek úgymond
hát nem mondom, hogy előnyök, de mondjuk származhatnak belőle olyan hosszú távú, de gyakorlatilag előnyök, amelyek azt mondom, hogy például egy-egy világversenynek az idehozatala, például vizes világbajnokság. Tehát sokkal nagyobb esélye van egy magyar sportolónak hazai környezetben jobban, jól szerepelni. Tehát vagy adott esetben azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyon, nagyon távolinak tűnik, de például a nyári olimpia most már csak 2,5 év, és gyakorlatilag bő 2 év is megint olimpiát rendezünk. Tehát ma már ott tartunk, hogy az olimpiai sportágoknak kész kell legyen a kvalifikációs szisztémája, a rendje, a felkészülése, és van olyan sportág, amiben pár hónap múlva elindul a kvalifikáció. Tehát aki itt lemarad, azt gondolom, hogy az nagyon nagy hátrányokat fog elszenvedni. Sok éve beszélgetünk már itt különböző sportágakban, különböző pozíciókban, de mindig az volt az érzésem, hogy ahol éppen vagy, ott nagyon élvezed azt a munkát, amit csinálsz. Én azt kívánom, hogy legyen itt most megint az arra az időszakra, amit itt fogsz tölteni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. A kedves nézőktől pedig búcsúzunk, most viszontlátásra.